Több városból gyűltek össze a harcművészek a 65-ös számú általános iskolába, hogy ismét együtt jótékonykodjanak. A 10.000 ütés programot évekkel ezelőtt két okból hívták életre. Az egyik, hogy az elhunyt sportolókra, mesterekre, társaikra emlékezzenek, a másik pedig, hogy másokon segítsenek. Most már hatodik alkalommal szervezzük meg ezt a 10.000 ütés napját. Sajnos ugye két évet ki kellett hagynunk a koronavírus miatt. Ebben az évben is, mint az utolsó előző két évben is, a Fenia Fogyatékkal Élők Nappal intézményének gyűjtöttünk. Nagyon jóba vagyunk velük, jó a kapcsolat velük. Úgy gondoltuk, hogy ők nagyon megérdemlik ezt a pénzt, amit nekik szeretnénk összegyűjteni. Tudnak belőle eszközöket vásárolni, szépíteni a helyet, ahol élnek. A másik része pedig az ennek a rendezvénynek igazándiból, hogy az elhunyt harcművész mesterek, tanítványok, illetve bármilyen sportoló előtt tisztelgünk azzal, hogy ezt a 10.000 ütést leütjük az ő emlékükre. A rendezvényt nem csak a küzdősport képviselőinek hirdetik, bárki bemehet hozzájuk, aki szeretne segíteni, mindemellett egy kicsit mozogni is. Maga a 10.000 ütés végrehajtás egy hosszan tartó folyamat. Egy mester kiáll a résztvevők elé, ő mutatja a ritmust. Egyenes ütésekkel kezdték, 2000 darab elvégzése után, ami körülbelül 50 percig tart, pihenés következett, majd így folytatták több etapban. A programra csaknem 60-an érkeztek, többek között Egerből, Gyöngyösről, Karácsonyról, valamint 60-ból és környékéből is.